Hát, szép jó estét kívánok minden egyes és kedves tangos kollégának. Sziasztok, hello! Hát 7 éves a Blitz gyerekek, 7 év, 7 darab esztendő, 7x365 nap, illetve volt közte egy vagy kettő, ami 366 is volt. Úgyhogy hát igen, eltelt egy kis idő a játék fölött, meg fölöttünk is. Úgyhogy komolyan kell venni azóta már én is. Megszőrösödtem, megszemüvegesedtem. Nem is tudom, az elején hordtam -e még. Vagy már. Na mindegy. Rég volt, igaz se volt. hát milyen lehetne szebben ünnepelni, nem? Mint egy kis Mad Games-szel. Most itt pont kitakarja a nagyszerű kis keret, meg a gyönyörűséges pofám a Mad Games nevezetű sárga feliratot, event kiírást. Megnézzük, hogy mit tud a Mad Games majd, remélem, mert tömérdek időm most sincs, de azért egy picit azért nekiállunk, megnézzük, hogy mit tud ez a 7 éves event. Még ma van az utolsó napja, ugye, amikor akciósok a dolgok, illetve a Huawei akciónak is ma van az utolsó napja. Ez a 28-ai dátumon ugye offos, vagy hát nem tudom, hogy 28-án még lehet-e, de szerintem már nem. Legalábbis én úgy tudom, hogy 28-áig van az akciós buli, mármint a kuponok maguk, úgyhogy úgy, aki még nem tette, és szeretne egy kis goldot, mert szerintem már most be lehet vásárolni igazából karácsonyra, az még most tegye meg. Ezzel kapcsolatosan akkor engedjétek meg, hogy indítsak el egy videót, ugye a Huawei-os akcióval kapcsolatban. Mondok róla majd még pár szót, és értelemszerűen utána egyből térünk vissza a 7 éves eventhez, és ezt egy picit részletesebben átrágjuk, megnézzük, hogy mit tud jó, mint ahogy azt a címbe, meg a leírásba is írtam. Ja, ide jövünk. Ugye gyakorlatilag a Huawei Galaxy is akcióról beszélgetünk mi, ami főképp Androidról érhető el, de nyilván a Huawei telefonok mindegyikéről a legkönnyebben. Ezekről a kuponokról beszélek én most itt főleg, ugye hogyha vásároltok valamit 10.000 forint fölött, akkor abból 5.000 forintot ezzel a kuponnal már is tudtok távolítani, tehát féláron tudtok vásárolni, mint ahogy itt is látszik. Ugye különböző összegekhez különböző határértékek vannak, de mindegyik ilyen feles sztori. Ugye, amit mondjuk én nagyon tudok javasolni, meg ugye az előbb is említettem, mint látjátok nekem már az összes ilyen goldos majd, hogy nem kifogyott, az opció itt. Tehát itt a bal felső, itt például 27.000 gold helyett 54-et kaptok, és ez kerül itt 25.000 forintba, de hogyha már vannak Huawei pontjaitok, akkor ugye azt le tudjátok belőle nyesni, plusz le tudjátok belőle nyesni a kuponos sztorit is, tehát ez esetben ugye ez 20.000 fölött van papíron, tehát akkor 10 kiesik belőle, és mondjuk a felmaradó részt azt meg tudjátok vásárolni pontokból. Szóval ez egy elképesztően jó akció szerintem, ilyen még nem is volt a Wargamingnél, hogy ekkora mennyiségű goldot adnak, így, ilyen formán, és ráadásul mellé az a Huawei-s akció szerintem eszméletlen jó, úgyhogy én fel is tankoltam goldból, potom pénzért gyakorlatilag, mert annyi pontom volt, hogy ezt könnyű volt kihasználni. Úgyhogy tényleg mindenkinek tudom ajánlani, aki szeretne goldot venni, vagy goldhoz jutni, az még most tegye meg. Ugye több kisebb, nagyobb csomag is volt itt, csak azok már nálam itt elfogytak. Úgyhogy tényleg nem mondanám, srácok, nektek, ha nem érné meg. Most érdemes vásárolni. Nem azt mondom, hogy ez a játék túl sok belefektetett pénzt ér, mert nyilván nem. De tehát, hogyha valaki tényleg most goldot szeretne venni, akkor tegye meg. Ha nem is most szeretne, hanem a jövőben, akkor is most tegye meg, mert a jövőben biztos, hogy drágább lesz. Úgyhogy jó, Huawei App Gallery-t le kell tölteni, és akkor androidos telókról mehet a buli. Hozzá még mutatok egy segéd videót. Ezt közben itt, hát én nem látom, a iPad-em, de itt közben a screen-en megy, úgyhogy szerintem az élőben látszik. Itt egy vásárlást mutat be a dolog, és annak a menetét, akcióját, tehát hogy pont hogy lesz ez a buli.
ugye itt elsőre kiválasztotta a kupon, majd szerintem a felmaradott Huawei pontokból választja ki az úriember, így van, ez Krisztián Akuntja, neki ezúton is köszönöm még egyszer ezt a videót, az ő készülék ezt jó, mi az, minőségben fel tudta venni. Gyakorlatilag így lehet nagyon könnyen, nagyon jó gold mennyiséghez jutni, az ő példája követendő, aki már költött egy picit korábban ezeknél a cashback-es sztoriknál, tehát ugye, hogy kapsz vissza Huawei pontot, az most ezzel marha jól tud járni. Ez az, amit ugye előbbiekben itt ecseteltem nektek. És gyakorlatilag ennyi a Huawei akció, én erre használnám, aztán persze szívetek rajta, vagy lelketek, hogy ti mit és hogyan szeretnétek kihozni belőle. Szerintem ez a legjobb felhasználási módja per pill. No, visszatérve, jó estét mindenkinek, aki most csatlakozik. Sziasztok, sziasztok, hello! Újra, tehát eltelt 7 év. Kicsit beszélek az eventről, addig nyugodtan írjátok meg a legkedvesebb, legrémesebb, legjobb, vagy legbármilyenebb emlékeiteket, hiszen azért az nem kis idő. Egy picit lehet szerintem nosztalgiázni, mikor, hanem most. No, nézzük meg, hogy mit ír az event, mit ír a news erről a csodálatos 7 éves sztoriról. Egyrészt ugye vannak eventek, másrészt vannak akciók. Most először az akciókat fogjuk megnézni. Azt mondja, hogy 7 évet elértük, élvezzétek a jó kívánságokat, akciókat és az 5XXP-t. Ünnepünk egész hétvégén, bónuszok, leárazások, X5, várt titeket a játékban június 25-28-ig, szórakozzatok jól, és wow, Wage Spectacular Battles, a Wage-et azt nem ismerem, ezt az ott, úgyhogy gondolom, hogy legyen csodálatos, jó sok csatátok, ez a kívánság, ha a Londonom nem csal. No, ugye ebben az időszakban nyilván az X5 XP az megy végig. Huszonöt helyett, ugye a Free XP-be váltás is most jobban megéri. 25 XP helyett 30-at kaptok egy darab goldért. Leértékelés van 50%-os tier 2 és tier 5 között, mármint hogy kreditre értendő leértékelés van, látom, igen, illetve tier 6 és tier 8 között 25%, tier 9 és 10 között pedig 15%, és hogy akinek van félretett kredit, és szeretne, vagy már tervezett venni kihúzható tankokat, akkor annak is most van itt az ideje. Amúgy tudom, hogy most elég sokan most, de érdemes évről írva mindig így tervezni. Tehát a Wargaming Story nap az egy időben van, ergo ezek általában mindig ugyanerre az időszakra esnek, szóval aki szeretne félretenni, mármint a játékon belül erre az eseményre, azt tegye meg az év ez előtti időszakában, illetve hát a karácsonyra is érdemes. Tehát gyakorlatilag igazából ami a nagy begyűjtés, az szerintem úgy indul, hogy az év végétől egészen így nyár elejéig érdemes spájzolni a kreditet és minden egyéb jószágot, vagy jóságot ingém, és utána pedig a szülinapon, tehát így nyár eleje közepén elkölteni, illetve utána a maradékot megint csak félretenni és hozzágyűjteni, majd télen, ugye karácsonykor elkölteni, tehát ezek a nagyobb időszakok, amikor a Wargaming megcsinálja ezeket az akcióit. No, menjünk tovább, mi van még itt? Instant upgrade 50%-a, ezt senkinek sem ajánlom, ez ugye goldba kerül, nem nagyon éri meg. Inkább az, hogy van itt enrichment, tehát ugye, hogy tactical tankot prémiummá teszel, erre 70%-os, 70%! Az nagyon kemény, eddig szerintem ilyen 50% volt a max. Ezt nézzük már meg, mert... Hát, ha van valami tier 8-as, amit prémosítani kell úgyis, azt nem szeretném. Ja, ez most csak amerikai vonatban, mert nemzetenként.
Kanyon React Panzer. Nem is nagyon beszéltünk itt az új TD-kről, basszus, mert bejött a Kanon, meg a Teknős is. Arról is lehetne szó. Hát a németek között ezeket nem. Pedig a Panther 2 milyen jó lenne. Még elgondolkozok rajta. És ott Micah Pofti, AT-15, nem, Centurion, nem a többi. Ezek nem. Termis 4-2. Mint prémium. Ez is mint prémium. Ez meg prémium. Jó, hát igazából nincs nagyon olyan, amit szeretnék, viszont azt nézzük meg a 70%-ot, mert eddig azt hiszem ilyen 10.000 gold körül mozgott az enrichment. Áttették valahol ezt a gombot? Ja, itt van enrich. 4.000? Hát az ajándék. 4.000 goldért. Enrichment. Az kemény azért. Várjál. Még egyszer átnézem így. Azért 4.000-ért ez a T32-t mondjuk azt érdemes. Pláne az új szkíjaival. A T28 se rossz. T44 sem. Nem szeretem a heavy tankokat annyira, de a T32 nagyon OP. Plusz több választható ágyúja is van, ami jó lehet, úgyhogy legyen egy T32 gondosítás. Azért nem maradjunk ki ebből az akcióból. Így marad még 80k gold, azt szerintem elég lesz egy darabig. Kemény gyerekek, kemény. Jó. Úgyhogy, ja, az enrichment, ez kemény. Eddig biztos vagy benne, hogy egy 10.000 gold körül mozgott. T28 Proto. Vagy Lajos. Na, jó, hogy itt vagy. No, de menjünk tovább, megnéztük akkor ezt is. Leárazás garázs helyen, hát az engem annyira nem érint, akit igen, szintén érdemes most. Tank Akadémi update, tehát aki mondjuk most húzza ki a jó ágat, és a tízesnek nem szeretne szívni a crew kihúzásával, és van goldja, vagy vett goldot most, mert ultra akciós, az tudja ezt érvényesíteni. Ma estig ezt a 30%-et, tehát 1000 gold helyett, az akkor azt hiszem 700 gold lesz 75-ről, vagy 50-ről a 100%-os crew. Ami azért a tízes szinten szerintem megéri, mert a sokat kell játszani ahhoz, hogy tényleg az ember elérjen 100%-os crew-t. És anélkül meg sokszor bosszantó tud lenni a játék. Pay to win. Igaz? Igaz. Jó. Kamuflázs leakció húzások is. Azt nem tudom, hogy a goldos kamókon, bár ott hát nem tudom. Rare kamóz, legendári kamóz. Aha, akkor valószínűleg, aha, igen, a goldos kamókon is lárazás van szerintem, de ezt mindjárt csekkoljuk. Attachmentek unlockon is 30% van, equipmenten is 30% van, és provisioneken is. Hát, gyakorlatilag minden akciós. Mit akartam megnézni? Kamót. Akciósai a kamó 270. Aha, nekem annak tűnik a 10-esnél szoktak azt hiszem ilyen 750-ek lenni a goldos kamók. Nézzük meg, hogy... Aha, ja, oda is van írva. 375 ér. Hülye vagy. Ajándék. Ez pedig már az Urban Spark, ugye a aktuális eventbe szerezhető kamuflás, kitérünk mindjárt arra is, úgyhogy csomó akció most, srácok, érdemes kihasználni. Do it! Na, megjött Taci is, jól van, szervusz Taci! T32, hát tavaly nyomtuk keményen neki. Lajos, nyomtuk, de még mindig jó tank. Úgyhogy vigyázzál. Jó, nézzük meg, hogy milyen eventek voltak. Oh yeah, man. Most ugye, na ez is egy külön téma lesz, még itt a mai napon.
ez is már csak a mai nap elérhető, vagy hát még holnap délig, vagy egyig, vagy kettőig, kettőkor van a küldetésváltás, úgy gondolom akkor. Meg volt ez a Strengthometer nevezetű kihívás, ugye lényeg, hogy 10 napon, vagy nem, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, akkor 8 napon keresztül, hogyha elindítottad ezt a eventet, tehát rákattintott az event főre, most én is, ahogy rámentem ugye itt a Souvenir Store-ra, itt baloldalt, akkor el tudtad nyomni a Redivel, és akkor 10 csatán belül minél magasabb sebzést kellett emérni. Ezzel kaptad ugye ezeket a kalapácsokat, és ugye a kalapács volt igazából az érték, amit ugye valamelyik szinten megkaptál a 10-ből, azt hiszem 10 szint volt, most ezt pont nem tudom bemutatni, mert én már túl vagyok rajta. És akkor, hogyha megvolt, azt hiszem a... Hát nem is tudom, mennyi kellett ezekből. Azt hiszem 6000, meg 8000 összesen. Várjál, az a maga az event valuta, tehát ebből a töltényből kellett annyi. A lényeg, hogy a Panzerhez, vagy a Kunze Panzerhez kellett összesen 30 ilyen kalapács, a kamóhoz pedig még 10. Értemszerűen nekem már megvan a kunzi, mehetünk arra amúgy egy kört, mehetünk igazából azokat, amikkel most így az utóbbi időben nem mentünk, és vagy mentem, és kijöttek. Általában azért használom ezt a többes számot még egyszer, akinek esetleg új a csatornán, vagy mi egymás, mert mi egyek vagyunk. És kicsit ilyen venomos szimbiózisból beszélek mindig a chatről, a nézőkről, és így ezáltal magamról is. Valahogy így képzeljétek ezt el, nem nincs semmilyen betegségem, mentálisan legalábbis biztos nincs. Egyszerűen ez a megfogalmazás belileg ez nálam így néz ki a csatornán, jó? Jó, értjük, szuper. No, jó, tehát ez volt az eventnek ugye a középső része, azelőtt volt egy... Vagy volt? Nem volt szerintem, mert ugye volt ez a gift mindenkinek, ugye kapott mindenki ládát annak megfelelően, ahány éve játszik, és ez abban ennyi. Akkor ez volt az első fel az eventnek. Jó van, én is képben vagyok. A Souvenir Store-ba pedig ugye úgy tudtok venni, legjobb tudomásaim szerint... Igen, csak a goldos bundle-ökből tudtok szerválni. Tehát pont azokból a bundle-ökből, amiket én is ajánlottam. Szóval amúgy, gondoljatok bele, megvesztek kétszer annyi goldot, szimpla áron, alapvetően, legalábbis vennétek, de van Huawei kupon, az AppGallery-ből, az még levesz annak megfelelően egy 10-est, 5-öst, amennyit éppen szántok rá, ugye abból a vásárlásból a maximumot ki tudjátok választani, vagy az annak megfelelő kupon. Plusz még visszajön belőle 20% a cashback miatt, tehát az egészből. Plusz a fennmaradó összeget, amit már a kuponból levettetek, fizethetitek pontokkal. Mindezután a kupont, amit kaptok itt, mondjuk 27 000 plusz 750, azokat pedig fel tudjátok használni in-game. Tehát, hogy eszméletlen király ez az akció szerintem, vagy ez az összevonás. Szóval, aki teheti, szerintem használja ki. Én veszek egy ilyen, mennyi van? 960 ilyen tiketem van. Ezzel mit lehet kapni? Ó, aha. Akkor ebből kell egy pár. Most ilyen begyűjtős lesz, mert akkor ebből Urban Sparkot lehet szerezni. Mi kerül még mibe? Prémium napot is lehet venni, a tavalyi szülinapot tankot is lehet venni, az előtti, az 5 éves szülinapokat tankokat is lehet venni goldos avatárt is pay to win. Szerintem vegyétek meg, mert akkor győztök, majd biztos, hogy csak goldos avatarotok van nyilván. Lehet venni egy ilyen tigrises háttérképet, azt szerencsére már van, közben leesik az iPad-em. Arra vagyok én kíváncsi, hogyha mondjuk ezt megveszem, nem írja véletlenül? Köszi. Nem jó.
Hogyha megveszem úgy, hogy már megvan, akkor kapok érte gold kompenzációt? Nézzük meg. Oké. De lehet, hogy érdemesebb lett volna először kérdeznem benneteket. Kompenzáció, jöttél, ami de nem írták ki kompenzációt, drágám. Goldot biztos nem kaptam. Várjál, azt mondja, hogy ez Collector Time Gold. Vagy izés. Ilyet 34 itt van, de ott a ilyet felállított a hatos is megvan, szóval... Na nézzük, valaki ír valami okosat. Minden kredit jár csak. Köszönöm szépen, Krisztián. Hát igen, ez így szomorkás. Jó, hát akkor ezt nem érdemes költeni. Csak a láda. A láda, meg ez az avatar, ami újdonság igazából, meg akinek szükség van prémium napra, az nyomassa. Vagy ha valamelyik tankszimpi. By the way, a 7-es amúgy király szerintem. Ez a kis LC egyes eventekbe például mi volt az a szemben a HP húzós event neve. Mindegy, bizonyos eventekben nagyon jó kis tank. Ez szerintem a J5 LC bisz, meg amúgy úgy randomban sem rossz, ugye hétköznapokban, szóval abszolút egy ilyen ajánlós tank részemről legalábbis. Megnyomhatjuk ezt a ládát, a többi engem már nem nagyon mozgat. Tehát még egyszer mondom, nem nagyon mozgat. Biztos fogosnyom rá még egyszer. De aranyos vagy, Tatja. Jó, hogy itt vagy, fia. De jó. Na, jó. Ezt is megtudtuk. Akkor igazából ez a souvenir stall annak jó, aki kihagyott, kijött a tavalyi eventet, vagy az előtt, vagy pedig nagyon tetszik neki ez a kamu, esetleg avatar mániákus, és hát az újat is beszerezheti. No, bontsunk. Ne bontsunk, bontsunk, ne bontsunk, bontsunk, ne bontsunk. Nézzük, milyen sűrűséggel dobja Urban Sparkot, de elsőre kidobta. Kíváncsi vagyok, hogy tier by tier dobja, vagy ez bármelyik tierre alkalmazható. Eddig 5-ből 1, 6-ból 2, 7-ből 2, 8-ból 2, 9-ből 3, hát végül is egész jól szarja. Látunk már rosszabbat, 11-ből 3, 12-ből 3, akkor most jön egy, nem, 13-ből 3, 14-ből 3, lehet, hogy elképáltam. Ja, egy kicsit. Hány van még? Kettő, akkor nyomok egyet. Na, még egy jött. Hát akkor 20-ból 4. Nem tudom, hogy közben mit számoltam el, de valószínűleg 20-ból 4. Ja, és akkor már nézzük meg, hogy egyáltalán hogy dobta ki, tehát hogy tier by tier, vagy mizu van. Vagy mizu, 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 mizu. Krisztián, közben még egyszer kösz a segítséget ez úton is. Nagyban hozzájárultál a livestreamnek a minőségéhez. Select. Igen. Oh! Kellemetlen. Gondolom ezt nyitottam az eventből. Ez pedig jó, 4-es, 5-es és 6-os tankokra. Köszi! Köszi! Egész korrektül dobja. Vagy ez nem is dob feljebbi térbe? Tierre adja, én ezért nem vettem. Igen, szép. Szerintem Max az avatar abszolút pay to win, tehát pláne ezeket figyelembe véve, amiket leírtál, biztos, hogy hat. Úgyhogy pay to win, ez nem kérdés. Na jó, túl vagyunk ezen a nagyszerű a kamó nyitáson is, hát igazából ez tényleg csak annak éri meg ez a szuperhősztál, aki kihagyta a tavalyi éveket, és akkor be tud pótolni egy-két prémium tankot, mert hát ez így nem egy nagy szám, na, legalábbis azoknak, akik minden évben itt voltak.
Jó. Az eventnek a további része, lesz ennek az eventnek további része? Ezt nézzük már meg, mert nem vagyok biztos. Én azt gondolom úgy, hogy nem. De hogyha hallottatok valamiről, srácok, akkor ne habozzatok, osszátok meg velem. Megyünk egyet a Kunzi Panzerrel, aztán ránézünk még szerintem a Mad Games-re, és nagyjából ennyi a mai napra a terv. Az akciót elmondtam, jó, úgyhogy aki még huawei-ezni szeretne, az töltse az aggarit és a ma estig lévő határt időpontot válasszak ki. Kicsi. Válasszak ki, na, meg vagyok itt bolondulva. Közelembe jöttem, azt mondja, aztán megbolondultam. Szóval ma estig tart az akció. Használjátok! Kunze Panzer, képzeljétek el, itt hetes. Itt hetes. Azért mondom, hogy itt hetes, mert nem tudok nem a PC-s verzióhoz hasonlítani. Ugye ott a Kunze Panzer az 9-es. És ott is mostanában jött be. Szóval nem feltétlen értem, igazából egy RU jellegű tank, csak előrefele is jó a gun depth, van DPM, van mozgékonyság, és hiszen egy igazán klassz Tier 7-es light. De nézzük meg, hogy mit tud papíron. Átütés 160 alapösszere, 235 prémium lőszere, én azt hiszem, hogy átütés nem használom, és nem töltésgyorsítóval, az bőven elég a 235 ugye a Tier 8-as Heavy frontjára is, tehát ergo nem kell átütés nevelő, itt lehet használni bátran a töltésgyorsítót, mert alapból sem rossz a DPM, azt hiszem, hogy vagyunk. Tehát 5,97-es reload, 6 sec, 2,20-as alfára, 2,25-re. Tehát szerintem az rendben van 4 tier 7-ben. Abszolút rendben van. Úgyhogy egy jó DPM, jó átütés, mozgékonyság, gun depth-et még nézzük meg azért, mert azt... igen, 10 fokos gun depth, tehát ez csodálatos, tökéletes, lapos kialakítás, tehát pici a profil, jó páncél nincs, vagy hát úgy vettem észre, hogy a torony azért tud pattintani ezt-azt. Nézzük meg még egyszer, torony páncél 63-53, hát ja, ezt-azt be tud pattintani. Úgyhogy egy klassz kis tank, és ráadásul ugye így be is van döntve a front, bizonyos szögekben még két pattanót össze is tudunk hozni. Prémius, egy kajak, prémium is. Ez nem fog sikerülni. De spiccet, hogy ne raknám be prémiumba? Atya úristen! Jó spiccet! Eszednél vagy. Kibontjuk a ládát is, gyerekek. Tudjátok, mi nem viccelek. Nem tartjuk meg a 7 éves ládát. Tavalyit is kibontottam, ezt is kibontom. Hol van, hol van? Gyere elő. Itt van. Itt van-e? Azt mondja, mit kapok? 70k. Free XP-t, 700 goldot. Lucky 7 konténert. Avatárt és stained glass kamuflást. Hadd szóljon. Hadd szóljon. Ja igen, ez a szép villás, ezt már láttam is valakint. Nézzük meg a kunzén. Rájuk a kunzére, mert azt kaptam most. Ez amúgy... azt nézem, hogy ez ilyen 3D-s, vagy hogy mozog-e. De nem mozog, nem mozog, nem baj. Nagyon kis pofás. Azt nem tudom, hogy ebből végtelen van, gondolom, mert a tavalyiból is úgy unlimited mennyiséget adtak, tehát hogy minden elérhető tankodra jön, meg közben bejöttek ezek a kamók is, ez a Deep Scars, illetve a High Voltage nevezetű, nagyon szép kis villogó kamók, jó pofák amúgy. Jó pofák, akciós goldból, tök jól lehet venni! Megnézzük, hogy mennyire dobálja most nekem. Nem. Egy. Nem. És akkor nem is maradt több, vagy hát most ezt nem nyomom el. Nem. 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 Egy. Jó.
Megnézzük, hogy mennyi lett be. Ó, csak 10-et kaptunk. Hoppárépa, akkor azt meg kell őrizni. Természetesen tier 10-re nem kaptam, de legalább 7-re 8-ra van. Én veszek még ilyen kamót, mert nagyon tetszik nekem. Jaj, meg ki akartam nyitni ezeket is, gyerekek, mennyi ládát kell bontanom én nektek. Jézus, Jézusom! A spitz szakasz az állam, úgy lehet, hogy csak az lesz, és a többi tankot ezt megnézzük máskor, vagy hát max a Kunzival megyünk egyet. Lesbenád egy cápa, áldozatra várva, szinte fel van szemében. Ez a legnagyobb csomag. Az a legnagyobb csomag. Csak olyan lenne, hogyha legalább tier 10-re dobna egyet-egyet még, és akkor fel is tudnék használni belőle, hogyha ne adj Isten, úgy tartaná a jó kedvem. Egy-egy tankra. Jó. Egyszer. Hát. Nincs egy túladakozó kedvében a játék, és a többet azért nem akarok venni, mert ez a gold mennyiség, ez kell későbbre. Dobja már egyet. Ez egy túl nagy szansza, nem vágja hozzá a játék. Ezeket sem. És imádja a loftért dobálni. Veszünk egy ilyet, ott rohad meg, ahol van. Jó, és akkor még akartam nektek bontani a többi ládából. Megnézzük, hogy várjál, nincs most olyan akciósom. Nincs most olyan akciósom. Ugye 19 ládát vesztegettek 12 000 goldért. Csak most a jó anyám menjen végig az egész raktáromon, úgyhogy lehet, hogy most ezt nem bontom ki. De szerintem nem bánjátok, mert van annál értelmesebb tartalom is, mint például egy spitz szakasz, ugye, nyilván. Ja, és közben bejött a Emoji Light Avatar, ami én már nagyon vártam, mert marha pofás, és egy tök jó kamóval felraktam a 9-es jóra. Szerintem gyönyörűek így egybe. Úgyhogy nekem így néz ki. A 9-es, jó! Amúgy nekem nagyon tetszik ez az új tank, olyan jó kis pofás, keskeny, karakteres, na. Úgyhogy új kedvenc. No, ránézek egy kicsit a csetre is, kösz a türelmet. Sima goldér a későbbiekben a Lego kamóját. Szerintem igen. Bendegúz. Szerintem igen, mert berakja mellé. Én azt gondolom. Tehát, hogy megvan a tank, ugye lesz itt egy opció legendás kamóra. Ha meg nem, akkor meg későbbiekben úgyis bedobják a shopba. Tehát az évről évre mindig előjön az O47, úgyhogy ne aggódj miatta. Mit nem kapott Krisz? Patlisen. Na jó. Maximus fenn vagy Maximus? Mert akkor mehet a spitz szakasz. De DC nélkül. Már arra most nem vagyok felkészülve. Sem lelkileg, sem szellemileg.
Ja, hát de hülye vagy, ez is 3D-s. Itt villog. Csak a Kunzén nem látszott. De érdekes. A Deep Scars kamoz, nagyon jól néz ki. No. Jó, csak már kattintok. Hát, hogy egyszerűbb az innen. Nincs fent az ember. Nem jössz, Maxi? Mindegy, addig nyomok egy kunzét, hogy legalább akkor legyen. Csak lehet, hogy a fényben nem látom, hogy világ. Aha, fényben nem láttam itt, mert... Meg mert vak vagyok. Mint hogyha elsőre nem így nézett volna ki rajta, mint a tompább lett volna. Mindegy, biztos nem, csak valami drasztikusabb megjelenésre számítottam, gondolom én. Erre csak az emoji light-ot lehet föltenni, aha, jó. Akkor, that's it. Menjünk egy standard encounter-t. Steam-es ládára gondoltam, de amit is. Jó, én minden nem értem, Krisz, amúgy. Jó, Mad Games, mindegy. Igazából, ahogy említettem, hasonló a kilakítása egy ruhoz, csak a páncélja effektívebb, ráadásul egy tírrel lejjebb van. Mit mondjak még? DPM azért rosszabb, csúnya is lenne, ha jobb lenne. És a hátütés, azt nem is néztem meg. Ja, meg hát a Gundep, ugye itt előrefele is van. Itt előre is megvan a 10 fok. Ugye a runál nincs, de a runál oldalra sem kell beállni. Ugye most ez megint egy prémium tank, de ergo... Pay to win. Na, ennyi. Az, hogy a 20 km per órában gyorsan, azt is sikít, miért ne kell. Pay to win. Kollega szereti. Most viszont nem segítek. Ezt lehet, hogy... Bocs, 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 ez valószínűleg benéztem. Szegényem 41 kapott miattam egyet, vagy kettőt valószínűleg. Meg kell próbálni kihasználni a maximális gándöpet, hogy a... minél kevesebb felületet adjunk az ellenfélnek, és esetleges találatra. Jó, ez nem jó, ez nagyon jó, az sem jó, hogy merre lövök. Most sem jó, szemben van egy tiger egy, honnan jön, onnan jön. Jó, itt talán el tudok slisszolni. Nagyon talán. Off. Az összes... Jézus! Aztán megy a buli, gyerekek. Kis szerencse néha kell. Azt a trekket lőtte meg, igen. Nem volt egy tökéletes célzás, de meg volt a... Triumph! Azt lehet ilyenkor megpróbálni, hogy az oldalukba. Elsétálunk, pláne az a Tiger 1, az eléggé... Biztos egy lövés legyen, és így akkor
Vigyázz csak, hiszen most már én is egy lövés vagyok bárkinek. Oké, játszanom. 120 FPS megvan, nincs. Érdekes. Engedj át, Tagica. Jó Isten, verne meg, öreg. Igen, ezt tuti rám van állva. Persze. A rég vadászott Kundepander most meglett! Isten várni meg az ilyet. Csak nagyon kell neki a Top Gun, az is lehet. Egy kedves egészségére. Stokkos tiger, egyre érdemes a Top Gun-t vadászni tényleg. Jó ötlet. Nevetél. 199 forintért kaphat ilyen jóságokat. Elérhető. Most itt, amit látok, X5 XP 500 gold, tényleg ennyiért? Is, annyit ér. 199 forintot. Mindjárt megnézzük, hogy mit kapunk pontosan. Ja, 500 gold, 3 a prémium, wow, boosterek, X5 XP 5 darab, óriási, oké, szuper. Na, hát akkor lesz egy kis pizzes, prémiumos, Mad Games-es action is. Szevasz, Bandrás! Két-három kört veretünk maximál szerintem, addig nyugodtan tudtok kérdezni bármivel kapcsolatban, ami blitz, jó? Most 7 éves event van, úgyhogy amit csak akartok. Húha, tehát jött a helyszín, ez került le. Mégis, ki az volt? Jaj, de jó. De meg ott lepattam pont, szuper. Ez egy Gravediggernek ilyen a segge, ez óriási. Hoppá, Rézi. Bekopottam a rajtok közben. Gravediggertől kéne kapni, kérek egy kis helpet. Jönni a Maximilián, de nem jön a Maximilián. Most kell megütögetni. Szép, gyönyörű hája, meg mellé a
radiátort is megkapta. Szegény Skorpa. Szép volt Max Tóth. 5-4, még az izgalmas ellenfélé van egy WZ-nál, pedig hát az isú. Valahogy innen a hétről talán. Jó, menne. Oh, jó. Kéne még HP. Hát mondjuk az már jó lesz, lényeg, hogy a WZ elfogyott, az igazán emberes ellenfél. Ja, ez egy prémium spicces pay-to-win szakasz. Hoppá, és maradt az 1v1. Úgyhogy... Jaj, jaj, jaj. Meleg volt. Szerintem már betöltött az íjas. Vagy nagyon a közelében volt. Max lehozta. Maxi lehozta. Mint ma futamot. Ugye. Később nézi formáját. Csak szép. Még én is össze tudtam lenni 2005-öt. Maxi szerintem elment egy ilyen 3005-ig. 2008, szép. Megnézzük még egy ilyen spicces karikát, aztán ki kell megpróbálni valami edelvejszerűséget azért. Ugye amúgy a panzert, a kunze panzit szerintem érdemes beszerezni, mert tök jól megtanulható vele a light-on gameplay maga. És egy egészen jó balanszolt tank. Talán túl jól is. Annihilator szakasz az annyira nem jó szembe. Borítjuk fel a spiccet. Hoj, 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 hoj. Szerencsére nem penelt. Mi van veled? Én 49-et lerombolunk. Ennyi. Jó, szerencsére túl gondolta itt a kollega, viszont szembe jön egy csirimiri. Úristen, jaj ne, ezt nem, 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 ezt nem. Ez van, amikor keveset játszik az ember. Meg akartam fordulni, ilyenkor csak azt nem szabad. Ez egy ilyen... tipikus keveset játszom reflex. Tehát ezt csomó játékosnál észrevettem annó is, hogy például CV-ken, aki kevesebbet játszott, az úgy próbált átpozícionálni, hogy megfordult még az ellenfél előtt. Csak az pont arra elég, hogy lehápézzanak, vagy rosszabb esetben ki is csapjanak, mint most engem. Igen. Sajnos. Ilyen... valós pucacuga. Az igen. Maximilian kollégát is kivették már. Van-e neki Edelweiss-e, az a kérdés? Berakjuk. Hát, ha van. Ez egy jó hír. Oha, jó jel. Jó lesz. Jó, tud hílálni. Ezt már nem szereti a térhetet, vagy nem is.
Tudom, csak az ezt kell elkerülnöm. Nem tudom, milyen skill van a Kunzénak amúgy. Lehet, hogy nem a HP-zós. Ami baj. Hogyha úgy van. Hát egy gyorsan bele lehet rohanni a halálba, úgyhogy... Készüljetek fel egy esetleges gyorsba elpetérésre. Nézd ki, és srácok elmentek a városba. Yep. Leo. Nem tudom, milyen szkíja van pontosan. Oh yeah, boy! Bum, 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 bum. Nézd, tényleg várhat el kapni. Oh, csak 350? Lehet, hogy tényleg várhatnak is hasonló az kéje, basszus. Basszus, ez itt a probléma. Meg az, hogy... Csavaró kávér, amit kapott. Nagyon szép. Stéhusz is. Elment a misére. Igen, az Edelweiss-t kell kiszedni Maxinak, mert ugye ott kerülhetnek szóba első körben a problémák. Barátságosan feled Már az Edelweiss meg is történt. Szerintem egy spic randomot még tolunk. És akkor... bezárjuk a munkát mára. Maxi még jól áll HP-ol, úgyhogy simán meg lehet itt ez a csata. Iff. Tehát elkiabáltam. Az Edelweiss az... mocskos egy állatfaj. Na, csak meg lesz a szuper. És akkor már csak egy ilyesötöt kellene valahogy összegyűrni, de lehet, hogy ezt már nem várjuk meg. Az lényeget szerintem láttuk. Köszönjük, hogy felhoztad, Gergő. Kipróbáltam én is ezt a színvak módot, ugye ez... most látszik is, azért ilyen kékes minden. Egy picit sötétebbek a dolgok, igen, vagy hát olyan vibráló, nem is ez sötét, sötétebb az alapszíne is, ugye így nem vagyok színvak, a normál pirosnak, mint ennek a színvakos kéknek, kékes színnek, emiatt ugye rosszabbul lehet kivenni a térképen a dolgokat, picit, meg a neveket is, de úgy voltam vele, hogy kipróbálom, meg legalább akkor látjátok ti is így live-ba. Vagy milyen. Legalábbis aki nem használta, beállítása nem ugyanúgy be lehet állítani, mint minden mást amúgy. Azt hittem, hogy nem lesz ennyire égetően vibráló hatás. De az úgy, hogy majd kikapcsolom én is. Vagy legalábbis én azután biztos kikapcsolom. Csak szerettem volna így is egy streamet nyomni. Majd ha egyszer esetleg lesz ilyen beállításos videó, vagy ilyen setupos, tehát hogy én mit és hogyan használok pontosan, meg miért, azokat jobban részlezzem, akkor ott biztos erről is lesz szó, de igazából ennyi a lényeg, hogy szerintem ki normálisan lát, és nincsen probléma a szemével, annak nem érdemes bekapcsolni. Mondom, én itt azért kapcsoltam be, hogy lássatok egy ilyet is. Szia, Buta! P2V legyen veled is!
Hát igyekszünk, azért T-hú vagy Spitz szakasz az annyira OP, annyira pay to win, hogy szinte lehetetlenség valami. Szinte lehetetlenség. De mit kiosztani, ugye előbb is biztos teljesen véletlen voltunk. A tetején a csapatnak az is lehet, hogy azért megvettünk el a goldot. Spitz rázás. Annyira istenül ez a tank, nagyon szórakoztató, hogy halad. Jó Istenem, hú, van egy kis FPS drop, mondjuk 104-ről 40-re, annyira nem egészséges. Lővekem? Lehet, hogy lesz. Még meggondolom. Szerencsére a alacsonyat rollolt a T20, csak 160-t, vagy lehet az is, hogy... Hűhűhűhű! Az LC-t nagyon ki akarja próbálni ez a fiú. Ó, oh, ez nekem egy elég nagyot ugrott ez a kunze, érdekes. Hát szerintem ez tipli. Ez nagyon tipli. Minket csúnyám. Ne, nem menj fel, Maxi. Nine. Jó. Négyen fognak ránk esni. Szerettem volna, úgyhogy innen off van. Ez a pozíció fel lehet jönni, ez egy okos kis hely. Gabót sajnos ki kell venni. Nem, Gabó rossz helyen van. Sajnálom. Ő még nyugodtan, én is meglőlek. Hogy állunk? 1-2 HP-ben nem vagyok túl csodás, maximum még van HP-ja. Csapatot nem nagyon látom. Édes jó Istenem. Direkt a felső lemezre céloztam és egy picivel lejjebb dobtam. Az ágyú, vagy az RNG, ahogy tetszik. Talán nem rám nézett a kávét, és így van, és el is lőtte. Jó. Maxi, itt van még él, szuper. Igen, DC nélkül egy picit nehezebb. Story. Ó, nagyon szépen elkezdte bontani a kunzét, segítek neki. És akkor azon túl is vagyunk. Hát túl vagy, hogyha megöli magát. Egy ilyen folytós kurva volt. Ó, Tiger példa messze. Egészen bőne sarokba. Lehet azért ezekkel a spiccekkel is alkotni. Igazából épp ezért mondom, bármilyen rossz lehet egy tank, hogyha megvan a mobilitása, akkor lehet vele alkotni, én azt gondolom. Ó, na ide figyeljétek, mostan ez a spiccamp. Ajjáj, de kell valami attól. Na jó van, gyerekek. Komplett szerintem. Gonosz, nagyon gonosz, de ugyanakkor kreatív nézőim vannak. Ezért szeretek benneteket. Gonoszak vagytok, de kreatívak, és ez tetszik. Ez jó. Na hát a 2K-t végül is azért sikerült megsúrolni. Maxát is lépte. Szerintem kéne, mondja már, tehát, hogy vannak ilyen T49 streamek, akkor ilyen speed streameknek is kéne lenni. Na mindegy, meglátjuk még mit hoz a jövő. Ez főképp inkább időfüggő, úgyis nálam, mint tudjátok. Úgyhogy, ja, egyelőre ennyi, srácok, ez a mai nap, jó. Beszélgettünk kicsit az eventről,
milyen jóságokat lehet hogyan szerezni. A Huawei-es akcióról, amit ugye a Huawei App Gallery-n keresztül tudtok elérni, láthatátok a kuponokat, hogy miképp tudjátok felhasználni, volt az elejéről a videó, úgyhogy azt hiszem, hogy minden adott még annak, aki ma szeretne egy kis goldhoz jutni. Nézzetek bele az App Gallery-be, és akkor meglátjátok a opcióitokat, illetve a stream elején van hozzá egy kis segítség is, egy videó formájában. Maxnak nagyon szépen köszönöm a szakaszt, és nektek pedig azt, hogy itt voltatok. Tartsátok meg ezt a nagyszerű hagyományt, ezt a szokásotokat, jó? Aztán időről időre úgy is jelentkezek, per pill, ilyen limitált, szériásan. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, szép estét nektek. Sziasztok! Ja, és még egy dolog, az most jutott eszembe. Uténak a csatornája most már bekerült a leírásba, nála a CV-s tartalmakat tudtok majd megtekinteni főképp, legalábbis ez az ígérete, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a gyermek. Szép estét, sziasztok, aki még tankozik, az nyomja, de ne túl sokáig, jó? Családdal is, asszonnyal is foglalkozni, tessék. Sziasztok, közi.